Aranyosak a gyerekek, és a jövő Babos Ádámja is, Elmeci Bánkja és Wagner Leventéi is lehetnek. Beszélgettünk korábban, hogy nagyjából 4 éves korban lehet elkezdeni a tornát. Ahhoz képest, hogy ezek a gyerekek 4-5 évesek, elég jól megy nekik. Igen, elégedettek vagyunk a teljesítménnyel és a gyerekek létszámával is. 43 saját versenyzőnk indult ezen a kis versenyen, és nagyon ügyeskék. A legfiatalabb versenyzőnk az éppen, hogy csak megüti az 5 évet, úgyhogy tényleg ügyeskék. Akikről pedig beszéltünk, pontoznak. Mennyire ismerős nekik ez a szerepkör? Ők ugye leginkább a másik oldalon szoktak állni. Igen, a másik oldalon szoktak állni, de hát mint minden sportolónak tisztába kell lenniük nekik is a szabályokkal, amik rájuk vonatkoznak, mind a gyakorlatukra, mind a viselkedésükre. Hál' Istennek most ezt gyakorolhatják, alkalmazhatják, és a jövőben is számítok a segítségükre ilyen kis házi bajnokságokon. Utána pedig megkóstolhatják a finomságokat, mik készülnek a bográcsban. Hát ha jól tudom, gulyásleves készül, Géza bácsi féle pástétom, Jenő bácsi féle körözött, és minden mellé sütemények, üdítők, csapolcsör, bor, ami szemszájnak ingere. Köszöntitek az Európa-bajnokságon jól szerepelt, illetve akár a magyar bajnokságokban is jól szerepelt versenyzőket is. Igen, külön oklevelet és egyéb jutalmat kapnak az ebben jól szerepelt versenyzőink. Ezt a kisgyerekek eredményhirdetése és egy fitness bemutató közé fogjuk besorolni majd itt a vége felé. Rendkívül szimpatikus nekem, hogy összehívjátok a szülőket egy Mozaik Kupa néven nevezett verseny kapcsán, ahol a legkisebbek is megmutathatják a szülőknek, edzőknek, hogy mit tudtak elérni ennyi idő alatt, és ezen belül pedig díjazzátok azokat a tornászokat, akik akár az Európa-bajnokságon is kitűnően szerepeltek. Hát ez egy csodálatos dolog, tekintettel arra, hogy mindig a gyökereknél kell kezdeni. Tehát, hogyha egy gyerek megszületik, attól a pillanattól kezdve, már kell tudni, hogy mi lesz a jövője. Nyilvánvalóan el kell tenni egy-két évnek, amíg lehet látni, hogy az a kisfiú vagy kislány adott esetben mire alkalmas majd az életben, mivel tudja gyarapítani Magyarországnak és a nemzetnek a kincsét. Természetesen csodálatos dolog, hogyha valaki minden erőbedobásával adott esetben egy sportágat, pillanatjaig a tornát támogatja azzal, hogy az edzők utasításai alapján elvégzi azokat a gyakorlatokat, és utána tör a fellegekbe. Azon kívül, hogy verseny van, azon kívül kint bográcsban készül a gulyás, nagyon jó körözöttek vannak. Tulajdonképpen így a szülők is egy kicsit összekovácsolódnak egy ilyen családi nap alkalmával. Mindenféleképpen tekintettel arra, hogy itt többpólusos ez a történet, ugyanis vannak olyan tényezők, ami nélkül nem mehetne a siker, és hozzátartoznak a szülők. Pláne a gyermekek vonatkozásában, hiszen a szülők kell, hogy ösztökéljék a gyerekeket arra, hogy igazán érdemes tornázni, érdemes sportolni, és érdemes mindazért küzdeni, hogy adott esetben ők a nagy generációkat tudják utánozni. Természetesen nem arról van szó, hogy mindenkiből élsportoló lesz, de ha nem lesz élsportoló, akkor sem cselekedett hiába, hiszen mindenféleképpen egészséges ember lesz, ugye épp testben, épp lélek, tudjuk, tehát soha nem fogja megbánni a gyermek, és nem fogja megbánni a szülő, hogy nem csak hogy tehetséges gyereke lesz, adott esetben mozgás kultúrája olyanná válik, amit a torna megad.